Na csácsú, mi csörtészt a csokolád és traktor kerek gyerekek, üdv a csatornán. Hát meg vagyok fázva, mint az állat, úgyhogy nagyon csúnya hangom lesz, de viszont cserébe legalább hoztam nektek egy Farming Simulator 19-es modifikációt. Azért Farming Simulator 19-et, mert ugye még mindig ingyenes Epic Games-en, és szerintem nincs Magyarországon olyan számítógép szinte, amire ne lett volna feltelepítve az utóbbi egy hétbe. Úgyhogy igen, hoztam egy modifikációt, egy olyan modifikációt Farming Simulator 19-hez, ami szerintem elengedhetetlen a játékhoz, úgyhogy ha realisztikusan akarunk játszani vele, és mégsem akarjuk teljesen túlbonyolítani ezt a játékot, mivel egy olyan modot hoztam, ami megváltoztatja a járművek és a talaj kölcsönhatását a játékban. Nagyon realisztikusra. Meg is mutatom nektek, jó, nem is húzom az időt. Hoztam ide néhány gépet a játékba, és kicsit szántogattam, én már végig leteszteltem mindent különböző talajokon, hogy hogyan működik ez az egész. Ugye megváltoztatja a játékba a járműveknek a tapadását, megváltoztatja a járműveknek a földbe való besüllyedését, és ráadásul kapunk 2 darab kijelzőt ez a modhoz, ami rettenetesen egyszerűen prezentálni tudja, hogy igazából hogy működik az a gép alattunk, ami éppen dolgozik. Na, hát mondjuk mit mutassa meg, megmutatom ezen a dutrán, jó srácok, beülünk ebbe a dutrába, tudom, túlméretezett nekét feldobtam a hátuljára, és igazából itt tudom leginkább prezentálni, hogy miről is lenne szó ebben a játékban, vagyis erről ebben a modifikációban. Amint látjátok, hát most tudom, a játék hangereje van véve baromira, azért, mert igazából nem arról lenne szó. Ott van nekünk egy motor teljesítmény, 100%-os kijelzésük, látjátok alul, ott a kilométer órától balra. És van egy slip kijelzésünk, ami igazából azt akarja, hogy mennyire rúg meg a gép. Igazából egy tapadási kijelző, csak ugye pont nem a tapadás mutatja, mert ugye akkor most 100%-on lenne, hanem igazából az, hogy mennyire csúszik meg a gép, hány százalékos sar. Ezen kívül, ugye, hogy ezeket mi látjuk, ezen kívül megváltoztatták tényleg a talaj fizikáját, megváltoztatták a kerekek és a talajnak az együtthatóit, tehát itt most már arról beszélhetünk, hogy gyakorlatilag olyan területeken is meg fogtok csúszni a járművel, ahol valóságban is megcsúsztátok, tehát nem arról fog szólni a játék, hogy mondjuk a 90 fokos lejtőn nyélgázzal fel tudsz menni a legkisebb, leggagyibb traktorral is, hanem itt most már tényleg az van, hogy esetleg szépen a füvön is úgy csúszik végig a gépet, hogy ugye öröm nézni, és nem tudsz vele normálisan felmenni, hoppát, sikerült összeakasztanom ezt a két hekét. Azt akarom prezentálni, hogy mondjuk itt a füvön is, hát mondjuk ez a dutra, ez nagyon nem akar megcsúszni, mondjuk igazából ez lejtőn még jobban érezhető. Hát nem nagyon akarok letolatni, mert akkor meg nem fogok tudni fölvenni, azt akkor szívok vele. De az a lényeg, hogy iszonyatosan tud csúszikálni ez a gép, és most lehet, hogy kicsesztem magam, nem, jól van. Jól van, hát nem csúszott meg annyira, hál' Isten igazából. Na, nézzük meg egy szántást, és akkor ott jól tudom prezentálni a dolgokat. Ide én berakom ezt a gépet, és gépi munkással fogom elindítani. Azért, hogy jobban látjátok, hogy mi is történik. Én meg közben tudok pofázni, mert Keeper azt marhára szeret. Na, meg is tudjuk nézni itt a mutatókat. Ugye, hogy a motor teljesítményünk az 94%-on van, és van egy olyan, hogy 56%-os mondjuk csúszásnak, mert igazából nyersfordításban csúszásnak nevezik ezt. Ugye, gyakorlatilag, ha 55%-os csúszásunk van, az azt jelenti, hogy a tapadásunk is 50%, tehát gyakorlatilag szar. És nagyon sokszor kivontam a gyakorlatilagot, és ez hatványozottan érvényesül akkor, hogyha például emelkedőnek mész felfele. Valószínűleg ez a dutra már egy ilyen 10-15 fokos emelkedő se tudná felhúzni ezt az eszközt, de megnézzük arra később, mert arra, mint hogyha egy picit még jobban emelkedne. Közben én mutatok nektek másik járművet, hogyha gondoljátok. Hát nem ezt a 82-es MTZ-t, meg nem is ezt, hanem én egy rámos tengert nagyon szívesen megnéznék munka közben. Félrejárok ezzel a kis csodababával, és akkor nézzünk egy rámos tengert. Hoppá, még vonatunk is van. Nagyon jó. Igen, és ott látjátok, hogy a dutra az igazából még a motor teljesítményen nem is lenne probléma. Na, ezt figyelj, nézzétek meg a hátsó keréket, vagy a kerekeket. Hogy ez a steger konkrétan itt is ott van, hogy 40%-os csúszást generál. Gyakorlatilag sokkal jobban működik, sokkal inkább megcsúszik. Hát ennek a rábának meg ráadásul most egy kicsit alulméretezett lesz a jármű. Jobban besüllyed egyébként a talajba a gép,
Természetesen attól függően, hogy milyen műveletet végeztünk el rajta. Egy tarlóban nem fog annyira besüllyedni mondjuk, mint egy felszántott részen, vagy egy kultivált részen. Ugye tudom, hogy ez egyébként már csavó módban, meg már a játékban is valamilyen szinten megjelenik, de szerintem nem ennyire szépen. Itt is azt csináljuk, hogy gépi munka, és itt meg tudjuk nézni, hogy mondjuk, ez a rábos Tiger, ez egy 70%-os motor teljesítménnyel elviszi, mint a rongyot, ezt az ekét, viszont egy kicsit azért csúszkál, egy 16-23%-ot, úgyhogy őnek is van ő is rúg egy icipicit, de amúgy annyira nem. Természetesen úgy, hogy a tarló megy az egyik kerék, így kevésbé rúg meg, mivel ugye a tarlón jobb a tapadás, a szántáson egy kicsit szarabb, és ezt ugye meg is mutatom nektek, mert ha bemegyünk a szántásba, tudom egyébként, hogy az meg van szárva, ott. De itt jobban tudom mutatni, hogy mindjárt nagyobb lesz a csúszási értékünk. És esetleg a motor teljesítményünk is, mivel egy olyan gépbe, mivel a gép ugye besüpped a talajba, és nagyobb a kereket az ellenállás. Viszont nézzük meg közben a Dutrát, hát a Dutra rettenetesen a szenved. Gyakorlatilag motor teljesítménye 100%-át kihasználva próbál előre jutni, de nem is a motor teljesítménye van leginkább probléma azzal, hanem ugye, hogy egy 60-70%-os, itt már egy picit emelkedik a talaj jobban, és egy 60-70%-os kerék kipörgés érezhető és látható, ami nagyon nem hatékony, mivel feleslegesen égeti gyakorlatilag az üzemanyagot, ez a jármű itt. Hát én még annyit megcsinálok ő felségével, hogy visszaküldöm, mert másik oldalon még szükségem lesz erre az ekére, és akkor hadd menjen már ugye. Közben a rábánkozott pihen, azzal még ugye prezentálom azt, hogy mi történik akkor. Remélem még emlékeztek az értékekre. Lefele valószínűleg kicsit gyorsabban fog közlekedni, bár szegény, hát nem, hát ő szenved ezzel az ekével. Na, hol van a Steigerünk? És hogyha belerakjuk ide, ugye itt nem tudom gépi munkással csináltatni. Hát igen. Itt, hát jó, rába az viszi itt is. Csak az a lényeg, hogy ugye itt még talán egy kicsit, mivel viszont fel van lazítva a talaj, ugye a zekemek könnyebben mozog be, úgyhogy lehet, hogy nem kell olyan nagy motor teljesítmény neki. Jó, arra az ekére ugye szükségük lesz a túloldalon, azért viszi vissza a kis Dutránk, legalábbis próbálja, szenvedi. Viszont nekünk kellene egy kicsi traktor, egy tényleg kicsi traktor, amivel talán még egy jobban meg tudnánk nézni, hogy mi folyik itt gyöngyösör, mire számíthatunk, ha van itt egy MTZ-ünk például. De ne, inkább egy olyan járművet szeretnék, ami nincs modolva. Mert azok azért jobban el vannak találva karakterisztika szempontjából. Van itt az minden gyerekek egyébként. Na, ezt a kis fentet megnézzük, jó? Megnézzük fent ezt a kis fentet, azt utána meg lent. Ez volt a vicc. Jaj. Szép ez a jármű egyébként. Ugye én is letöltöttem Epic Games-ről a Farming Simulator 19-et, ti is menjetek, mint az őrültek, hogyha ez nem reklám, hanem ez inkább segítség akar lenni, még egy napig ingyenes, úgyhogy holnap, azt hiszem 6-áig még ingyenes. Szóval ilyet tudtok csinálni. Hát itt is például nem biztos, hogy fel fogok menni, felment, ledületből felment, de itt is olyan szépen el tudnak rúgni a járművék, hogy ezt öröm nézni. De ezt is megyünk bele csak így. Ebbe a talajba. Ugye egy kisebb kerekű jármű adjál kapásból. Szemben nézzétek, alapban 20%-os, 17%-os a csúszás, gyakorlatilag rúg el, és már is ugye a motor teljesítményünk is elég szépen meg van nőve, meg nagyon szépen táncol a barázdába egyébként. Hát ja, igen, ő a Dutra, ő egy kicsit szemerős. Na, de akkor üljünk át a Dutrába, akasszunk le róla, mert teljesen mindegy, hogy honnan kezdjük meg a szántást ővel, ő felségével, aki zöld fenttel. Dutrával félrejárunk, gyönyörű egyébként. A talajfizika nekem nagyon bejön, nagyon tetszik. Na, ugye ráfogunk, és akkor meg fogjuk látni, hogy mégis mi történik itt, mi folyik itt gyöngyösen, srácok. Úgy, hát igen, itt már kapásból ez a kis fent, ugye ebben a szántásban, hát Már szegény, még üresbe is rúg, mint a disznó. Hát el tudjuk képzelni, mondom mindenki kíváncsi, hogy mi a franc fog történni, amikor ezt ráakasztom. Hát, ha tudnék tolni, akkor még talán meg is történne ez az esemény. És
Sajnálom, hogy nem. Még egy kicsit közelebb, oké. Igen. Hát ugye, ja is, ugye természetesen a... Ez lehet, hogy valószínűleg jobban be fog süppedni a talajba. Hát igen, letettem. Hát igen. Ott látni az első kerék is szemben, mint a disznó. És úgy, oppá, és elássa magát, és nézzétek meg, hogy a gyakorlatilag a kipörgés értéke az 90%. Szóval, és természetesen az a kerékpörök kéreg jobban, amelyik ugye nincs akkora tapadás rajt, mivel ugye a baloldali kerekeken, emiatt arról megy ott azért jobb a tapadás. Nagyon szépen el tudod magad ásatni, akár 100%-ig is, főleg egy lejtőn felfele, ami azért meg tudja dobni a napodat. Úgy van. Annyit még megpróbálok, hogy megfordulok, és direkt a szántásba megpróbálom meghúzatni. Nem tudom, mennyire lehet megakasztani a gépet, szerintem meg lehet akasztani egyébként 100%-ra, mire lehetne természetesen. Úgy, így ide lerakjuk ezt a szépséget. Válunk a barázdába, mert miért ne? Úgy, és akkor mennyi... Ja, nem tud, ő nem fog tudni így menni. Ja, és akkor belehúzza magát. Igen, így viszont ugye nincs olyan nagy ellenállása az ekének, mivel már meg van szánva. Ugye ez is megfigyelhető, így jobban eldöcög már a fellazított talajba. Hát ez nagyon szép egyébként, próbáljuk egy keresztbe húzni. Mindjárt meglátjuk, hogy mennyit fog változni. Igen, és most akad bele az ake. Igen, a motor teljesítmény az. És látni ugye, hogy a motor teljesítmény az kifeszül, viszont az elkaparás mértéke az nem, mivel ugye a talaj, ami nép megy a traktor még, az ugye egy szilárd talaj. Ja, igazából szerintem ennyi lenne, srácok, hát itt még próbálhatnánk más járműveket, egyébként a láztalpast szinte nullára süllyed bele a talajba. A kirovecet azt nem is tudom, próbáltam-e, nézzük meg kirovecet csak így a la nature. Meg ugye ennél sokkal nagyobb ekéig vannak, úgyhogy 100%-ig természetesen meg lehet akasztani mindent. Igen. Vannak itt csoda dolgok. Nézzük bele, menjünk egy ifával? Vagy mégis mi történik? Hát az ifa ez rettenetesen lassan indul egyébként. De maga járvű az csodálatos, bár hasát dörgöli a kormány csávónak. Nézzük meg, mi történik. Ifával belevész, hogy szántásba, hát nem tesz neki jó, gyerekek. Nem tesz neki jót, hogy 50 szá... Rúg, mint a disznó magyarul igazából. Rúg, mint a disznó. Nagyon jó. És ugye meg... Ha vetésen csinálod, ugye? Akkor mindjárt nincs akkora... Nincs akkora... Úgy. Gyönyörű. Ez UAZ. Hogy teljesít meg? Ajtó ki van csapva, melyre. Az UAZ is rúg, mint a disznó, de megy, ahogy kell neki mennie. Na, köszönöm szépen figyelmet, srácok, szerintem ezt a modifikációt mindenkinek érdemes berakni a játékba. Bár csak a kijelzők is nekem nagyon tetszenek, hogy egyébként motor teljesítményt látsz meg, ugye, hogy mennyire rúg meg a gép, meg ráadásul kicsit megváltoztatták a karakterisztikáját a talajnak és a járműveknek. És na, ennyi lett volna. Köszönöm szépen, véleményeket írjatok, meg esetleg ajánljatok még modokat, hogyha tudtok. Na, csácsomi csőtészta.